Kezdjük a csokolom, hölgyeim, kellemes péntek estét kívánok az uraknak, és elérkezett a ma esti nápolyi harmadik része, amelyben természetesen ismételten lesznek majd programajánlatok is, azonban lesz majd két érdekes témánk is. Nemrég vendégünk volt Kovács Nikoletta, aki esélyes volt a Richter aranyanyú díjra, most pedig örömmel jelenthetjük be, hogy a közönség díjas lett. Hamarosan vele beszélgetünk, és érkeznek majd hozzánk a Ritmus Tánc Stúdió növendékei és vezetőjük is, hiszen szép eredményeket értek el a Magyar Látványtánc Szövetség őszi kupáján, szóval tartsanak velünk a ma esti műsor harmadik részében is. Első vendégem tehát Kovács Nikoletta, a Konyfa Középiskola Szakiskola és Általános Iskola igazgató helyettese. Jó estét kívánok! Szia, üdvözöllek! Legutóbb, amikor vendégünk voltál itt a műsorban, arról beszélgettetek a kollégákkal, hogy esélyes vagy erre a bizonyos aranyanyú díjra. Megkaptad, közönségdíjas lettél. Mit él át egy díjazott, amikor megkap egy ilyen díjat? Tudsz erről mesélni? Hát azt gondolom, hogy az első pillanat az egy sok. Tehát, hogy így én így nem emlékszem azt, arra például, hogy mit mondtak rólam akkor. Mert hogy ez úgy zajlik, hogy bemutatják azt, aki éppen a közönség díjas, és nem árulják el a nevét, de én az első két szóból tudtam, és én onnantól kezdve nem emlékszem. Próbáltam levegőt venni, mély levegőket, mert azt tudtam, hogy ki kell utána menni a színpadra, és ez egy elég nagy rendezvény. És ott, onnantól kezdve meg egy ilyen euforikus élmény az a következő 3 óra, ami ott veled történik. Azok kedvéért, akik esetleg nem látták az előző beszélgetést, néhány mondatban foglaljuk össze, hogy miről szól ez az egész díj és ez az egész történet. A Richter aranyanyú díj, ez a Richternek a támogatásával Rácz Zsuzsa találta ki ezt a díjat, ő volt az alapítója ennek a díjnak, és tulajdonképpen egy társadalmi elismerés olyan nőknek, akik a szociális területen, egészségügyi területen és az oktatási területen dolgoznak. És ezek közül úgy van a díj, hogy 4 kategóriában osztanak díjat, minden 4 kategóriában 4 jelölt van, minden kategóriában egy közönség és egy zsűri díjas van, és ezen kívül pedig a Ridikülnek van még egy külön díja. Én azt gondolom, hogy egy pedagógus életében azért, hogyha díjat kap, az egy olyan mellékes dolog, tehát olyan nagyon sok mindent nem változtat. Így van ez veled is? Hát abszolút, azon nem változtat, hogy én másnap hogy megyek be az iskolába, meg azon sem, hogy mondjuk ma hogy voltam délelőtt ott az iskolában. Nyilván azon változtat, hogy egy elismerés nekem is arról, hogy így egyébként jól csinálom. És egy másik része az, hogy azt gondolom, hogy amit csinálok, annak egy népszerűséget lehet adni. Egyrészt így az is, hogy így azt gondolom, hogy az iskolák többségében vannak olyan igazgatóhelyettesek, akik így dolgoznak, de nem nagyon látják őket. Mert hogy rengeteg olyan munka van, ami nem annyira látványos, mint mondjuk egy vezetőnek a feladata. A másik része meg az, hogy élménypedagógiával foglalkozom, és ez igazán kaphat egy népszerűséget, és elterjedhet valamennyire az élménypedagógia. Nagyon sokat hallunk a pedagógusok rendkívül nehéz helyzetéről, nem erről szeretnénk beszélni, ha inkább arról, hogy egy élménypedagógus, mint ahogy magadat apostrofáltad, hiszen ezzel foglalkozol, azt a fajta megnövekedett papírmunkát hogy tudja összeegyeztetni a hivatásával, hiszen azért pedagógusnak lenni nem munka és nem foglalkozás, hanem hivatás. Én úgy gondolom, hogy így nyilván megnövekedett a papírmunka, bár én ezt annyira nem érzem. Tehát, hogy ugyanúgy kell naplót írni, ugyanúgy kell bizonyítványt írni, ugyanúgy kell törzslapot írni, amivel nyilván más, hogy portfóliót kell írni, ami egy kicsit más. Biztos, hogy van sok minden, amiben többet kell adminisztrálni. De szerintem sokkal-sokkal fontosabb, és én sokkal nagyobb hangsúlyt fektetek a kollégáimnál is arra, hogy legyünk a gyerekkel. Majd a papírunkat megcsináljuk, vagy így foglalkozunk vele, persze, meg megpróbáljuk időre megcsinálni, megpróbálunk mindent úgy egyszerűsíteni, hogy az jó legyen, de hogy nagyon fontos a gyerekekkel együtt lenni, és figyelni őket, és velük együtt élni a mindennapokat. Hogy éred a mindennapokat a gyerekekkel, mesélni? Nagyon-nagyon aktív, és nagyon-nagyon aktív napom van, tehát hogy én reggel, amikor beérek, akkor így általában az aulában zajlik az első 20 perc, amikor szülők, gyerekek megközelítenek, és arra figyelek, hogy így milyen az aznapi légkör az iskolában. Aztán nyilván... Kicsit föl kell venni a rezgéseket. Föl kell venni a rezgést, egy-két gyereket akkor a tegnapi nap után megkérdezni, hogy akkor ma hogyan lesz, és egyébként pedig menjen reggelizni. Hát, hogy ott így éli az ember az életét, vagy elmesélik éppen azt, hogy mi történt velük előző nap. Aztán nyilván telik a nap, és jönnek órák után, aztán jönnek a szünetek, ahogy ez egyébként egy iskolában zajlik, néha megjelenik egy-két csintalan gyermek az iroda ajtajában, mert éppen valamit nem jól csinált.
És én közben én így járom egész nap így az épületet és az emeleteket, és próbálok így minden osztályban és minden gyerekkel így kapcsolatot teremteni. Hol lehet meghúzni azt a határvonalat érzésed szerint, ami a pedagógus és a jó pedagógus között van? Ez egy jó kérdés. Én azt gondolom, hogy egy igazán jó pedagógus attól lesz az, hogy figyel a gyerekre. Egyrészt szereti a gyereket, másrészt nagyon-nagyon odafigyel rá, mert ha odafigyel, akkor tud arra reagálni, hogy egyébként mi van vele és mire van szüksége. A másik, hogy így a szeretet szerintem azért egy nagyon fontos dolog, mert hogy ezt azért így elég sok területen mondják, bármilyen terápiás helyzetben vagy bármilyen oktatási helyzetben, hogy igazából szeretet nélkül nem fog menni. Tehát akkor fog menni, ha én szeretek valakit, akkor fog tudni elindulni, ha érzi, hogy egyébként én törődök vele. Az élménypedagógia, amit te képviselsz, és te élménypedagógusként tevékenykedsz, mennyire lehet a jövő útja, mennyire lehet ebben előre nézni? Milyen tervek, milyen lehetőségek vannak ebben? Hát alapvetően az élménypedagógia az szociális kompetenciák fejlesztéséről szól, és itt szerintem ez egy nagyon nagy kulcs. Mert a mai világban azt gondolom, hogy ha kikerülnek így a munkavilágában, ez az elsődleges, amire szüksége van ma már. Nem biztos, hogy nyilván nagyon fontos a szaktekintély, de egyébként, vagy a szaktudás, de egyébként pedig nagyon fontos az, hogy tudjon teamben dolgozni, tudjon együttműködni, tudjon kommunikálni, egyébként tudjon döntést hozni, tudjon önálló lenni, és az élménypedagógia ezeket a területeket fejleszti. Hát amiért fontos lehet egyébként, az ez a terület, és ez egy nagyon, nagyon lényeges terület. A másik, amiért nagyon fontos, mert hogy nélkül a szociális kompetenciák nélkül a mai világban egyébként nagyon nehéz differenciálni, ugyanis ugye a mostani gyerekek, hogyha egy csoportba bemegyünk, minden gyerek más és más, egyre nagyobbak a különbségek egy-egy osztályon belül. Alapvető technika és módszertan kell ahhoz, hogy egyébként differenciáljunk. Ez szociális kompetenciák nélkül nem megy. Hát hogy ez a kettő így nagyon-nagyon összefügg, ezért így fontos az élménypedagógia. Én nem gondolom azt, hogy ez a mindenható, és hogy így mindig, minden pillanatban élménypedagógiával kell oktatni, de azt gondolom, hogy szüksége van minden gyereknek arra, hogy egyébként ezzel együtt szociális kompetenciákat tanuljon. Többször említetted a szociális kompetenciát. Érzésem szerint a mostani gyerekek és a fiatalok internet közösségi oldalak, okostelefon, tablet, stb. Világában felnőve pontosan ez az a terület, amiből egyre kevesebb bet kapnak és egyre inkább bezárkóznak a maguk világába. Megnehezíti ez a dolgodat? Vagy pont ezáltal lehet őket megfogni? Nyilván nehezebbé teszi, mert hogy belebújnak a telefonjaiba, tehát sokkal nagyobb csinadrata kell, hogy onnan ki tudjam mozdítani. Tehát, hogy ez egy nagyon fontos. Vagy pedig használom az eszközt, és azt mondom, hogy ezen keresztül valahogyan lesz ebből élménypedagógiai foglalkozás, csoportos tevékenység, úgyhogy a telefonod van a kezedben. Nyilván az is egy élménypedagógiai foglalkozás, ha azt mondom, hogy vegyétek elő a telefonotokat, és a képek alapján mutatkozzatok be egymásnak. Akkor hirtelen már az eszközt is használtam, de valami mást is használtam. Aztán amikor már ezen túl vagyunk, és bemutatkoztak, akkor lehet megkérdezni, na akkor most milyen volt ez? Ki lehet rángatni a gyerekeket ebből a világból? Azt gondolom, hogy ki. Nem könnyű. Mert hogy ki kell rángatni, ebben szerintem mindenki egyetért. Azt gondolom, hogy igen. Azt gondolom, hogy mindenképpen ki kell, és hogy igen, ki kell. Ki kell, és ki is lehet. Nem mondom, hogy egyre nehezebb, mert hogy azt gondolom, hogy egyre nehezebb, de meg kell próbálni mindenképpen. Én azt gondolom, hogy te egy nagyon szerencsés ember vagy. Azért gondolom ezt, mert sugárzó tekintettel és átélve beszélhetsz a hivatásodról, a szakmádról, a foglalkozásodról. Ha valamit másképp kellene csinálnod valami miatt a múltban, akkor belemennél abba, hogy másképp csináljad, vagy történjen minden úgy, ahogy eddig történt, ha visszatekintesz? Azt hiszem, hogy jó úton voltam, és sokat tanultam, és sok kudarc, ugyanakkor sok siker is ért. Úgyhogy én azt hiszem, hogy hagynám úgy, ahogy van. Tehát, hogy legyen így, és akkor a továbbiak is így lesznek. Tehát, hogy ez azért egy nagyon, nagyon küzdelmes pálya volt idáig. Tehát azért én így 12 évig dolgoztam egy olyan iskolában, ahol beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő gyerekek voltak csak.
Nyilván az egy nagyon nagy élmény volt, hogy mondjuk egy évet Amerikába eltölteni egy ilyen programban, és ezt megcsinálni Magyarországon utána. Aztán utána utána bekerültem ebbe az iskolába, és ugyanonnan kezdtem, mint bárki más. Sőt, szabadidőszervező voltam ebbe az iskolába. És innen megint eljutni odáig. Amellett meg egy hatalmas nagy élmény az, hogy pedagógus továbbképzéseket tarthatok, és ez így iszonyatosan feltölt az, amit így át tudok adni, és egyébként így ők visszaadnak abból, amit tanultak, és hazamegy, és kipróbálja, és hú de klassz, és hú de jó, és mondj egy másik játékot gyorsan. Hát, hogy így ezek azért nagyon nagy erőt adnak. Én nem mondok másik játékot, én csak azt mondom, hogy gratulálunk a díjhoz. És az, hogy sok sikert, meg sok hasonlót, az olyan sablon szöveg. Én azt kívánom neked, hogy a pályát hátra levő részében is megtaláld azt a hivatást, amit most élvezel, és ami ilyen sugárzóvá tesz. Köszönöm szépen. Ígérem, hogy így lesz. Velem. Köszönöm szépen. A folytatásban pedig itt az ideje, hogy mozizzunk egy kicsit ezúttal a Barbie Csillagok között című amerikai családi animációs filmet ajánljuk az önök figyelmébe. Nézzük meg együtt ennek a filmnek az előzetesét. Mert Barbie kalandjai a földön kívül folytatódnak. Korá! Popcorn! Apa! Üzenetet kaptam a palotából. A király kiválasztott egy csapatot, vissza kell állítani a csillagokat. És téged hív? Nem, a tanács téged választott. Engem? Félek, apu. Miben segíthetnék? Anyád azt tanácsolná, hallgass a szívedre, és kövesd azt a végsőkig. El tudod képzelni a világot csillagok nélkül? Barbie útra indul, hogy felfedezzen egy távoli világot. A küldetés a galaxis szívébe vezet, megmenteni a csillagokat. Új barátokkal. A ruhát totálisan. Kozmikus! Köszönöm. Sally! Sziasztok! Olyan gyors vagy, alig láttalak. Hihetetlen, hogy báli ruhában is megy. Misztikus lények. És rengeteg kaland vár rá. Fantasztikus, sosem leszek ilyen jó. Nyugi, már ide tartozol. Egy esély van, hogy megmentsék a galaxist. Jól van, vágjunk bele. Álmodból lehet valóság. Idén ősszel hajtóműveket beindítani. Barbie a küldetés miatt. Barbie igazi vezető, jók a megérzései. Elutazik az univerzum határáig. Mindig minden a szívből fakad, csillagfényhercegnő. Barbie csillagok között. Múlt hét szombaton, november 19-én rendezték meg a Magyar Látványtánc Szövetség őszi kupáját, amelyen a gyöngyösi táncműhelyek nagyon szép eredményeket értek el. Ott volt az Attitűd táncműhely, a Dancelent Tánc Stúdió és a Ritmus Tánc Stúdió csapata is. Az Attitűd táncműhely B kategóriában a Tarantella című koreográfia aranyminősítést, a Kínai című koreográfia második helyezést, a Könycsepek című koreográfia ezüst minősítést szerzett. Haladó kategóriában a Modern táncműhely egy arany és egy ezüst minősítéssel tért haza. A Dancelent táncműhely egy ezüst és egy arany érmet ért el. Ők sajnos nem értek rá a mai műsorban, viszont itt van velünk a Ritmus Tánc Stúdió vezetője és táncosai, Berhés Ildikó és a lányok. Sziasztok, jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Titeket. Hát gratulálunk a gyönyörű szép eredményekhez. Lencsi, én azt gondolom, hogy a gyöngyösi csapatoktól tőletek már megszokott az, hogy ezeken a versenyeken ilyen szép eredményeket értek el, ugye? Megszokott? Nem megszokott ez. Elvárt. Elvárt. Mesélj a ti díjaitokról, milyen helyezéseket, milyen díjakat hoztatok haza? Kaptunk egy aranyérmet, egy arany minősítést, egy ezüst minősítést, és a picurkáink, akik most nem lehetnek itt, ők szintén egy ezüst minősítést hoztak haza. Ezek azért nagyon szépen csillogó eredmények, még hogyha elvárt eredmények is, ugye? Így van, szépen csillogóak, meg már rájuk fért, tehát rájuk fért a nagylányokra is, meg most a picurkákra is, hogy egy kicsit érezzék azt, hogy a munkájuk az elismert, úgymond. Érdekes dolog ez mindig egy tánccsoport, egy táncstúdió életében, hogy mennyire a színpadi munka és mennyire a verseny, mennyire a bemutató, mennyire a művészet és mennyire az eredmény elérése lehet motiváció. Ez nálatok hogy áll össze arányban? Mi az elsődleges, hiszen mondtad, hogy nagyon nagy szüksége volt most erre. Hát szüksége volt a lányoknak, így van, mivel a tavalyi versenyen ott is nagyon szépen
szerepeltek, de mégis tehát sokkal többet vártunk, mint amennyit hazahoztunk. Rengeteg munkájuk volt benne ebben is, rengeteg munkájuk volt benne az évvégi felkészülésben, de én úgy érzem, hogy nem a verseny az, ami nekünk a legfőbb profil. Nyilván motiválja a gyerekeket egy arany meg egy ezüstérem, és nagyon szívesen vesznek részt ezeken a versenyeken, de azért nekünk nem ez a fő előnyünk, vagy fő érvünk, hogy mondjuk versenyezzünk legfőképpen. Fontos ez is, de fontos az, hogy mondjuk egy évvégi gálán kiálljunk és egy egész éves munkánkat bemutassuk, hogy ott mit tanultak egész évben. Nyilván meg a megmérettetés is, de azért elég sok ideg ez nekem is, meg nekik is, amit megeszünk egy ilyen felkészülés. Na, meséljetek egy kicsit erről a versenyről és az idegességről, azon felül, hogy most is nagyon izgultok, pedig itt csak velem ültök szembe a versenyen, meg ott van előttetek több száz ember, meg zsűri, meg minden. Melyik a rosszabb, itt ülni, vagy ott fellépni a színpadon? Ki kezdi? Én szerintem sokkal rosszabb most így ülni. Látni a kamerákat, ahogy vesznek, mert kicsit furcsa, meg nem szoktuk meg. Viszont a fellépéseket inkább jobban, meg az évvégi gálákat is. Milyen egy felkészülés? Meséljetek arról, az talán egy picit könnyebb lesz. Egy versenyre hogy készültök föl? Mennyit próbáltok, mennyit készültök? Maga a verseny hogy néz ki? Én már voltam ilyenen, résztvevő is, meg néző is, úgyhogy ne nekem meséljetek el, hanem a nézőknek valaki. Hát egy ilyen versenyre a felkészülés hasonlóan történik, mint egy évvégi gálára, tehát az órák menete is hasonló, és nyilván nagyon izgulunk a próbák alatt is, hogy jól sikerüljen, és eredményesen szerepeljünk a versenyeken. Nektek így a csapatnak van-e valami kabalátok, amielőtt elkezditek a versenyprodukciót, amielőtt felléptek a színpadra? Teljesen mindegy, ne legyen verseny, legyen egy akármilyen fellépés, évvégig áll. Van-e valami kabala mozdulat, jobb lábamra, bal lábba zoknit veszek, vagy a 3 hetes próba zoknit veszem föl a műsoron is? Van-e valami ilyen? Nincs. Abszolút senkinek semmi ilyen? Nektek, Ildi-től kérdeztem ezt, tőletek is megkérdezem, a verseny az mennyire fontos? És mi a fontosabb? Az, hogy most versenyezzetek, vagy egyáltalán egy olyan fellépési lehetőség, ahol megmérettetitek magatokat, és megmutathatjátok, hogy hol tartotok? Hát szerintem a versenyben nem mindig az a lényeg, hogy a helyezetet elérjük. Persze az is fontos és számít, mert azért készülünk, de nagyon jó móka, meg szórakozás, és a gálákkal is így vagyunk, de nem tudom, én a versenyen most sokkal jobban izgultam, mint egyébként a gálákon szoktunk, és... Hát tudod, a gálákon ott van anya, apa, nagypapa, nagymama, meg az összes többi több száz néző. Én nem értem, hogy a versenyen miért kell jobban izgulni, mint egy gálák. Lencsé, elmondták itt a lányok szerintem a kult szót. Jó móka az egész. Én is ezt szerettem volna hangsúlyozni, hogy szerintem nagyon jó dolog egy jó csapathoz tartozni, és egy jó csapaton belül elérni az eredményeket, akár nem feltétlenül az eredményeket, de lehet, hogyha sírnak a teremben, mert esetleg egy kicsit keményebb voltam, vagy valami nem megy úgy, akkor is jó ebbe a csapatba tartozni. Ők már nagyon-nagyon régóta velem vannak, nagyon régóta velem dolgoznak, és ez szerintem sokkal többet jelent, mint az, hogy mondjuk vagy egy versenyre, vagy egy gálára készülünk. 3 éves koruk óta vannak velem a lányok, tehát most már 13, meg 15 évesek. Meg hát csapatban dolgozni valami eredményet, én azt gondolom, hogy az mindig nagyon nagy töltést és nagyon nagy pozitívumot jelent. Hogy álltok az utánpótlás terén? A nagy lányok lassan kinőnek a gyerekkorból. Nagyon remélem, hogy még... Sőt, már kinőttek a gyerekkorból, tehát meg kész felnőtt táncosaid vannak. De nagyon remélem, hogy azért ők még egy darabig, amíg az iskola és a kis magánéletük engedi, addig mellettem maradnak, és együtt érjük el ezeket a sikereket. Az utánpótlás terén 24 kis 3 éves és 3 és 5 éves közötti gyermekkel kezdtem most a szeptember. Ővelük nehéz, mert tehát ők
ez a korosztály ilyen nagyon ingadozó. Vagy marad, vagy nem marad. Tehát azt az utánpótlás csoportot megtalálni, akikkel idáig eljutok, nagyon nehéz. És szerintem nem csak nálam, ez nagyon sok táncos csapatnál van így, hogy esetleg egy középiskola, egy továbbtanulás, egy barát, egy kapcsolat felborítja ezeket a hát jó munkákat. Lányok lassan ebben a korban vannak, igen, azért ezt lássuk. Tudom. Be. Mi újság a Ritmus Tánc Stúdió életében? Van azért újdonság is mostanában, nem csak a verseny és nem csak az eredmények, így hanem van. Azért a mindennapi munkátok is megváltozott egy kicsit a közelmúltban. Így van, van egy új termünk, amire nagyon büszkék vagyunk és nagyon szeretünk ott dolgozni. Ez lent a Kenyérgyár úton a CrossFit Gemeopolisban található meg. Ott dolgozunk már május óta, és nagyon furcsa, mert A picik, amikor legelőször bejöttek a terembe, akkor azt mondták, hogy olyan jól érzik itt magukat, hogy olyan otthonos, olyan nagy és olyan világos az egész, de pont akkor készültünk az évvégi gálánkra, és valahogy olyan sokkal sikeresebbek lettünk itt, vagy nem tudom, hát lehet, hogy a varázsa más ennek a teremnek, de nagyon szeretjük. És ránk fért már ez is, hogy legyen egy saját és egy nagy. Azért nálatok az évvége nem azt jelenti, ami a naptárban az évvégét, igen, jelenti. Meséljünk egy kicsit arról az időszakról, ami előttetek van, még a ti évvégétekig, és nem a naptári évvégéig. Mi most idén az olimpiát dolgoztuk fel, ugye, mivel az volt a leghétköznapibb téma, amire tudtunk mi is építkezni, és az egész gálánk a riói olimpiára épült. Tehát nekünk most ez volt egy nagy mérföldkő a kis életünkben, akár a koreográfiákat, akár a táncstílusokat tekintve. És akkor ez volt az, ami az évet azt úgy lefette nagyjából, ugye? Hát ez a teremváltásunk volt, most akkor az új beiratkozó gyerekeknek a létszáma, hogy egy kicsit azért már mi is tornáztuk fölfelé azt a létszámot. Most egy kis szusszalás, egy kis pihenő, aztán tovább előre? Így van. Hát a fellépési lehetőségek, a vers, hát most már versenyre nem, talán tavasszal, de most a gála. Ilyenkor ugye, amikor szeptemberben elkezdünk dolgozni, akkor nem tudsz újat tanítani egyelőre a gyereknek, mert maximálisan a versenyre készülünk. És akkor most lehet az újat beléjük. Hát gratulálok az eredményekhez, nagyon, és én azt gondolom, köszönöm, hogy azért szépen csillognak ezek az érmek, és nagyon jól esik úgy kezdeni egy beszélgetést, ahogy kezdtem, hogy azért egy gyöngyösi csapattól egy országos versenyen, egy ilyen kvalitású országos versenyen azért nagyon szépek ezek az érmek. Köszönöm szépen, és gratulálok nektek, csajok, nektek is. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velünk. Köszönjük szépen. A mai műsor végére pedig van még néhány programajánlatunk. November 26-án, holnap szombaton délután 5 órai kezdettel múzeumi zenés délutánok a Mátra Múzeumban Piros Ildikó, Kossuth és Jászai Mari díjas érdemes művész zenés irodalmi műsora várja az érdeklődőket. November 27-én, vasárnap délután 5 órakor gyújtják meg a város adventi koszorúján az első gyertyát. Közreműködik a Szent Bertalan templom zsoltározó kórusa, imádmond Nagy Gábor hadnagy, az Üdv hadsereg lelkésze. Szintén vasárnap, azaz 27-én este 7 órai kezdettel a dr. Fejes András sport és rendezvénycsarnokban a Magna Cum Laude zenekar biztosítja az adventi hangulatot, és még egy program most vasárnapra délelőtt 10 órától egészen este 6 óráig várják az érdeklődőket a kékesi adventre. Az idén 7. alkalommal meghirdetett rendezvényen kézműves vásár, családi fotózás és örömtűzgyűjtás vár mindenkit. Feléknek többek között a Holdviola zenekar és Vastag Csaba. Ez volt mára a nápolyi, remélem, hogy kellemesen töltötték velünk a péntek estéjüket. Többször említettük már önöknek, hogy jövő héten pénteken születésnapot ünneplünk itt a Városi Televízióban, és a nápolyi ennek alkalmából szokás szerint egy különleges Monstre műsorra jelentkezik, úgyhogy érdemes minket nézni akkor is, és érdemes figyelni a Facebook oldalunkat, hiszen ott hamarosan újabb információkat tudhatnak meg arról például, hogy hogyan nyerhetnek nálunk, hiszen rengeteg értékes nyeremény várja majd gazdáját jövő héten pénteken a születésnapi műsorunkban. Ez is ennyi volt, tehát már a nápolyi, teljen kellemesen a hétvégéig, a viszontlátásra!